véres kardot hordnak körül. Az országba körös körül, aki vitéz, aki betyár, lóra kapjon, jön a tatár. Béla király sebben lobban, siet harcba magyar haddal. Ne siess úgy, Béla király, Sajónál vár ezer halál. Megkapta, amit keresett, aki vitéz, mind elesett. Véres lett a Sajó vize, annyi magyar vér folyt bele. Véres lett a Sajó vize, annyi magyar vér folyt bele. Nagyon sok szeretettel köszöntöm dr. Somos Zsuzsannát. Dárdán született egy sok nemzetségű faluban, ahol édesapja volt a magyar tanító. A háború megtépázta a családot. Három gyerekkel Pécsre kerültek. Itt végezte az iskoláit. Orvosi pályafutását az Orvosegyetemen kezdte, ahol 33 évet töltött. Tehát nem csak tanult, tanított is. Kezdetben az igazságügyi orvostani intézetben, majd a központi laboratóriumban, utána a bőrklinikán dolgozott, három szakvizsgát tett. A kezdetektől immunológiai kutatással foglalkozott, most tudjuk, hogy ez milyen fontos dolog, egyre fontosabb, így kandidátus, majd a Magyar Tudományos Akadémia doktora lett. Végül immunológiai szakrendelést vezetett. Munkásságához 4 szakkönyv megírása is társult. A magyar őstörténelem gyerekkorától foglalkoztatta, családi indíttatás miatt. 3 könyve jelent meg a Kairosz és a Püski kiadó gondozásában. És készen van egy kézirat, amit izgatottan várunk, a Biblia és az ősi szumér irodalmának párhuzamai címmel. Úgyhogy köszönjük szépen! Bocsánat, ez már rég megjelent, egy kicsit elmaradt a statisztika. Én a hozott víz, amit Jó, értjük, köszönöm szépen. Szeretettel köszöntök mindenkit. És negyedik Béla, az országalapító ünnepén szeretnék egy rendhagyó előadást tartani. Ugye a tatárjárást tanuljuk iskolában, érettségítétel, és ezen a fórumon nem is olyan régen én is előadtam, azért az mostan egy rendhagyó előadás lesz. Tehát itt a képes krónikából látjuk negyedik Bélát, aki teljes ornátusban ül a trónusán, erőteljes ember benyomását kelti. Talán vannak olyanok közöttünk, akik jártak mostanában Esztergomba, ott látható harmadik Béla trónusa, ami hasonló elrendeződésű ehhez. Felesége Laskaris Mária volt. 1917-ben végre Endre király elhatározta magát, hogy apjának tett ígéretét beváltja. Megtette a keresztes hadjáratot nem túl sok sikerrel. Azonban visszafelé gyermekeinek házastársakat szerzett. Béla jegyessel nikeai császár lánya Laskaris Mária lett. Ugye a nikeai zsinatot mindannyian ismerjük, Nagy Konstantin hívta össze az istenség meghatározására, hát onnan származik ő. Mindketten energikus egyéniségek lévén a király aggódni kezdett, hogy nem fognak kijönni, ezért fölbontotta az eljegyzést.
Azonban ők nagyon jól is megértették egymást, és a pápa segítségével helyreállt a jegyesség, és mindig egyetértő boldog házasságban éltek, közel 50 éven át 10 gyermekük született. Visszatérünk Béla gyermekkorára. 2013-ban Endre király éppen a sok közül az egyik halicsi hadjáratára indult, a visszamaradt udvara, Gertrud és környezete a pilisi erdőben mulatott a harmadik Béla által alapított Cisztercita monostorban. Ugye a Cisztercita rend egy híres építő rend volt, amely harmadik Béla hívására jött, amikor második felesége Kapé Margit is Magyarországra érkezett. Az esztergomi székesegyházban emlékszünk a Porta Speciózára, ugye, ezt eredetileg ők építették, ugye a török dúlásba ez elpusztult, de az akkori püspök lefestette, és ennek alapján sikerült ugyanúgy helyreállítani. Tehát ezen kívül a ciszterciek 7 monostort alapítottak, ezek egyike volt a pilisi, ami Esztergom körzetébe tartozott. A magyar urak egy része Péter és Simon ispánokkal az élen rajta ütötte a mulatozó társaságon, ugye ezt a bánkbánból jól ismerjük, Gertruddal kegyetlenül elbántak, gyermekei szeme láttára kaszabolták le, ja Istenem. Először a könyörgésre nyújtott karját vágták le, majd testét darabokra szaggatták. Ez ugye az ott lévő gyerekeknek nagy stressz lehetett. Mivel ezt a pilisi monostort, annak építését Gertrudis adományokkal támogatta, ezért joga lett arra, hogy a templomba temetkezzen el. A cisztercieknek akkoriban volt egy nagyon híres építésze, Villard de Honnecour, aki Cambrai-ból, Normandiából származott, és a Cambrai székesegyházat építette. Ő maga szerkesztette, illetve tervezte meg Gertrudis sírját. Ezt onnan tudjuk, hogy ennek a bizonyos híres építésznek a stílus jegyeit kőbe faragtatta, 7 ilyen mozaik létezett az írások szerint, ezekből 2-t majd később, évszázadokkal később a helyszínen megtalálnak. Úgyhogy egész biztos, hogy így volt. Tehát Béla, mint anyja meggyilkolásának szemtanúja, kivált az udvarból, ugye nem tartotta elégségesnek azt a retorziót, amit apja gyakorolt a támadó magyar főurakkal szembe. Miskabán nevelte, már gyermekkorában megkoronázták, külön udvartartása volt. Mint ifjú király fegyverrel verte ki az oda telepített német lovagrendet, erről szól a Makai Sándor Táltos király című regény első része. Érdemes elolvasni, nagyon értékes olvasmány. 1526-ban a törökök teljesen elpusztították a pilisi monostort, de a női sírépítmény romjai fennmaradtak. 1967-ben a helyszínen ásatás történt, a francia kulturális minisztérium és a cisztercita rend közreműködésével. Francia részről de Vosz kanonok, magyar részről Gerevics László akadémikus régész voltak jelen. Tehát a jellemző ornamentika alapján és a két megtalált birtokában kijelentették, hogy valóban a sírépítmény Villard de Honnecour alkotása. Na most, hogy mindezt honnan tudom? Úgyhogy kétszer voltam Cambrai-ban, és a második alkalommal, mivel annyira érdeklődtem, a sekrestés eligazított bennünket de Vosz kanonok lakására.
aki nagyon kedvesen fogadott, és irodalommal is ellátott. Most mindezt meg akarom írni a 11. könyvembe, és utána a dokumentumokat az Erdő Péter bíboros érsek tulajdonába fogom elküldeni, mert őt illeti az egész, ő talán tud valamit tovább tenni ennek az ügynek az érdekében. Negyedik Béla húga volt Szent Erzsébet, aki ugye 4 éves korába került Warburg várába, tehát a Gertrudis megtámadása idején már kint volt Eisenach várában, de érdekes módon látomása volt azon az éjszakán. Azonban Szent Erzsébet jubileumát lelkesen ünneplik Németországban és Franciaországban egyaránt. Mégpedig azért, mert Franciaországban az ő életében épült a Cambrai főszékesegyház, és ennek az építését adományokkal, kincsekkel támogatta. 1981-ben ünnepi misét szerebráltak Marburg városának Szent Erzsébet templomában. Most már úgy tartják, hogy ezt a templomot is ez a bizonyos Villard de Önnek úr építette. Továbbá 4 év múlva a Szenti Avatás 700 éves jubileumán kitettek Cambrai-ból származó ősiratot, ami tehát 1235-ből származik, és a szent életét írja le. Fölmerült a Béla királyban, meg másokban is bizonyára, hogy föl kellene kutatni az őshazában maradt magyarokat. Az ő hittérítését a domonkos rend vállalta el, és a domonkosoknak nagy útjai voltak keletre. A szerzetesek keleti útjának 2 célpontja volt, a kunok hittérítése, ez valóban sikerült is, és Béla király fölvette a kunok királya címet, ami különösen kiváltotta Batukán dühét, hogy keletre kitolta Magyarország határát, és mindenkinél jobban gyűlölte Béla királyt. Ezen kívül még fontos lett volna az őshazában magyarok felkutatása, amire ugye több útban vállalkoztak, nem csak domonkosok, hanem ferencesek is, amelyek megcélozták Dentű magyar, vagy a Hungária Magna, illetőleg a Donvidéki, úgynevezett levédiai állomáson maradt magyar ősök megtalálását. A legsikeresebb utat Julianus barát tette, ő 3-szor indult útnak, az utolsó útjánról való hazatértében a nyomába voltak már a tatárok. Tehát ahogy említettem, a hittérítések keletre már korábban évszázadokkal előbb megindultak, a 9. században a türk kaganátus összeomlásának romjain megalapult az ujgur kaganátus a 9. században. Az ujgur kagánnak pedig kínai hercegnő volt a felesége, és akkor a Tang birodalom kora volt, ami nagyon fényes, ünnepélyes, befogadó birodalom volt, és ez kivetítette fényét az újonnan alakult ujgur kaganátusra is. Ezért tehát elhagyták ősi sámánisztikus és tengrizmusos vallásukat, és igen nagy sikerrel térítettek a gnosztikusok, nesztoriánusok és a manikeisták. De a kínai hercegnő jelenléte miatt természetesen a buddhizmus is teret nyert. Azonban, ahogy lenni szokott, volt egy antimanikeista lázadás, amiben föllázadtak, vissza akarták hozni az ősi vallást, azonban ekkor már az iszlám olyan mértékben hódított, hogy a mai napig is az ujgurok nagy tömegeiben az iszlám a jellemző vallás. Na most ez tehát a 9. századból való építmény,
a lányom megrendelte nekem az Archaeology számait, és az egyik legutóbbi számban leltem erre a képre, amely egy szigeten van, egy tóban, tulajdonképpen egy sárváros, tehát sárból épült, a 19. század végén francia kutatók találták meg először, a mai Tuva régióban van közel a mongol határhoz ez a terület, és én úgy gondolom, mivel a japánok az évgyűrűk alapján állapították meg a korát, határolták be a kort, amikor ez létesült, ez az egész agyagváros, ami talpasházaink mintájára épült, mert különben hogy maradt volna meg a fa, igaz? Na, tehát összesen mint 30 egységet különítettek el. Eredetileg azt gondolták, hogy ez egy erőd. Aztán rájöttek, hogy lehet, hogy vallási központ, ugye, mert sok vallású volt akkoriban az ujgur kaganátus. Aztán lehet, hogy csillagvizsgáló, de a mai napig nem tudjuk, hogy mi a funkciója. Nemzetközi összefogással megy a kutatás. Minden esetre Putyin elnök és a monakói herceg is meglátogatta, mert annyira érdekes. Azért szerettem volna, mivel az ujgurok rokonaink, hogy ezt mindenki tudja, ugye. Nos, tehát Béla király, mikor rájött, hogy bajba van Magyarország, a hazánk, akkor nem csak az országot körülvevő uralkodókat bombázta levelekkel, hanem a pápát is. Egy ilyen levélből hozok részletet. Krisztus nevének káromlói nem elégszenek meg a mi határainkkal, hanem arra készülnek, hogy minden keresztény országot vadállati dühöngő kegyetlenséggel letiporjanak. A segítségkérő levélben megírja Béla király, hogy Attila Magyarország közepén tartotta székhelyét, és figyelmeztet, hogy innét indult a keresztény világ meghódítására. Tehát ha eljutnak Magyarországra, akkor az egész keresztény világ bajba kerül. Ez a tézis mai napig áll. A levélben Béla király a tatárok ellen kéri a keresztény népek segítségét, ez azonban pusztába kiáltott szó maradt, a pápa is üres szavakon kívül semmit nem csinált. Na aztán ugye Batukán, ahogy közeledett a nyugati hadjárat során, leveleket írt Béla királynak, nagyon fennhéjázó, unszimpatikus, beképzelt leveleket, az egyikből hozok részletet. Én vagyok a hatalmas kán. Ellenkezel velem, kis magyar király. Mindez idáig nem válaszoltál az eddig neked küldött 30 levél egyikére sem. Megtudtam, hogy te az egész kun népet az én rabszolgáimat befogadod. Ők, akik sátrakban laknak, könnyen elmenekülnek előlem. De hogyan siklasz ki te a kezem közül, akinek házai, palotái, egész városai vannak? Ezért tehát én, a hatalmas kán, csodálkozom rajtad, kis magyar király. Hát szóval azt hiszem, most is hasonló a helyzet, nem? Csak más, aki a becsmérlést osztja ki ránk. Nos, amikor ugye megvolt a Muhi csata, és úgy tűnt, hogy Ugrin érsek és Kálmán hercegnek sikerül elhárítani az inváziót, Batukán már azt fontolgatta, hogy retirál, amikor mint a madársereg felhőként megjelent Szubotály Bagatúr, és eldöntötte nem csak a csata, hanem egész Magyarország sorsát. Sajnos a királyi sátor és a pecsét ott maradt a szekértáborban, és így Batukán birtokába került, és voltak a lovagrendben is, meg a főurak közt is olyanok, akik hazaáruló lévén átálltak Batukánhoz.
és ilyen leveleket szerkesztett, és a pecsét helyét, mert ez ilyen fontos dolog volt, abból lehetett megállapítani, hogy valóban a király küldi-e, és nem állevélről van szó. Ők mondták meg Batukánnak. Tehát így szólt a levél, ami a magyarokhoz szólt, tehát állevél magyarul. Ne féljetek, a kutyafejű mongolok, mondja magáról, vagyis a tatárok dühétől és kegyetlenségétől. Óvakodjatok attól, hogy lakhelyeiteket elhagyjátok. Noha a mongolok váratlan támadása miatt arra kényszerültünk, hogy elhagyjuk táborunkat, mármint a király, ugye, reméljük, Isten segítségével hamarosan újra fegyvert ragadhatunk. Imádkozzatok Istenhez, hogy segítsen nekünk ellenségeink szétverésében. Tehát mit ért el ezzel, hogy szegény magyarok nem bújdostak el, hanem hagyták magukat lekaszabolni. Most van erre egy tanpélda, Bugacon, ugye, ahogy egy teljes várost, monostorostól, mindenestől elpusztítottak a tatárok. Na most a perzsa és az arab történetírók írják ezt, amit most föl fogok olvasni. Tehát rengeteg történetírója volt a mongoloknak is, de ezek az ő szája ízük szerint írtak, ami nem mérvadó. Ez viszont mérvadó. Béla király tisztában volt az ország ellenálló képességének mértékével, és a tatárok növekvő inváziós veszélyével nyilván, ugye a szerzetesek tájékoztatták. A kevés megrémült uralkodók egyike volt, akit nem hagyott el kitartása és a jobb napokba vetett hite. A magyar urak nem féltek, inkább örültek a király aggodalmának, ezt Rogérius mester is leírta. Nem bánták, ha végre őt is baj éri. Ilyen ostobák voltak. Azt hitték, hogy a tatárokkal is olyan könnyen elbánnak, mint a kunokkal. Ugye? Na, nézzük, a tatárjárás után, amikor felégettek minden épületet, a magyar falu sokáig nem volt egyéb, mint néhány föld alatti lyuk, vagy düledező viskó, amelyben rongyos, boldogtalan emberek tengődtek. Ekkor az osztrák évkönyvírók a következőt írták, Magyarország 35 évi fennállás után elpusztult. De mi még itt vagyunk, és ezt köszönhetjük IV. Bélának, a II. Hun alapítónak. Milyen rendelkezései voltak, hát csak a legfontosabbakat szedtem össze. Az ország nemeseivel megegyezésre törekedett. Korszerű kővárakat építetett. Ő a királyi pár élen járt a példával, Béla király építette fel Budavárát, a királyné pedig Visegrádot. Birtokadományozással ösztönözte alattvalóit várak építésére. A kereskedelmet ösztönző jó minőségű pénzt veretett. Városjogok kiadásával a városok ugrásszerűen fejlődtek. A nehéz lovasság hatékonysága miatt betelepíti őket, visszatelepítette a kunokat, és a külföldi telepeseket is behozatta. Utoljára búcsút mondunk Béla királynak ezzel a csodálatos, általam nehezen megszerzett képpel, ami Zólyom várának romjait mutatja a háttérben, ezt még Béla király építette, az előtérben a képes krónikában ábrázolt konfigurációval azonos mintázatban fából faragott Béla király szobor van. A mostan az emlékeinkben élő zólyomi várat Nagy Lajos építette, mégpedig egy vadászat közben szivárványt látott, és a szivárvány egyik vége lebukott a hegy ormán. És ebből gondolta, hogy ott kell várat építeni. És ez a pompás vár volt a kisebbik lányának, Hedvignek, lánykérésének helye, és itt született, mindjárt sírva fakadok, Balassi Bálint. Igen.
Na most nézzük akkor a mongol fővezéreket. Engem természetesen az egyéniségük érdekelt. Ugye erre nézve soha semmit nem hallottunk iskolában. Tehát Dzsingisz Kán vörös, érdekes módon, özbevegyülő szakál, fején kerek, fénylő, fekete, rókafarkakkal ékesített süvegén, kerek, nagy, smaragdkő, lecsüngő ezüst rókafarkakkal. Magas, erős, testes, már elmúlt 60 éves, amikor Batukán megindult nyugatra, ez akkoriban volt, tehát a halála előtti állapot. Nehéz léptei, esetlen mozdulatai a medvére emlékeztet, ravassága a rókájéra, haragja kígyó méreg, szilajsága a párducé, fáradt, hatatlan, mint a sivatagi teve. Magas homloka van, hosszú keskeny, sárgás a szakálla, szeme rebbenéstelen macskaszem, macskaszeme közömbös tekintettel nézett, ugye ez a pókerarc, hangja mély és rekett, írni, olvasni nem tudott. Dzsingisz Kán zászlaja ötszögű, 9 lófarkas zászló volt, fehér és fekete színekkel, előbbi az égi, utóbbi a földjele, ahol a bosszúálló Isten lakik. A fekete hollót vivő kerecsen sólyom Dzsingisz Kán nemzetsége oltalmazójának számított, mivel őse, a szegény boduáncsár kizárólag betanított kerecsen sólyma vadászatából élt. Sátránál volt mindig szulde hadisten fehér paripája, amelynek bőre fekete volt, sose raktak rá nyerget, és a csatában mindig mellette nyargalt, mert meg volt róla győződve, hogy a paripán a hadisten lovagol. És íme itt van képi megfogalmazásban, tehát a rőt szakál a V alakú, a feje búbján ott van a hatalmas smaragdkő. Felhívnám a figyelmet arra, hogy a puzdrájában csak 3 nyílvessző van. Ez jellemző volt a mongol seregben, hogy minél magasabb rendű valaki, annál kevesebb nyílvessző van a puzdrájában. Akkor... Ja nem, most igen. Batukán kinézete, tehát amikor ő, mint Dzsihangír, vezette a nyugati hadjáratot. Egyébként, hogy ő a Dzsihangír, ez Dzsingisz Kán a végrendeletében döntötte el. Batukán a Dzsingisz Kán első fiának, a Dzsócsinak vagy Dzsucsinak és Börtének a fia, ugye? Aki előbb halt meg valamivel, mint maga a Batukán, vagy a Dzsingisz Kán. Na most Batukán sátrában, mint hadvezér, aranytrónuson ül, most gondoljunk arra, hogy ült Attila, ugye? A megbeszélésen, kucsmáját nagy gyémán díszítette, fülében nehéz aranyfüggő lógott, ruhájára aranysárkányok voltak hímezve. Acélpáncélinget viselt, mert bizalmatlan volt, mindig félt a merénylettől. Fején tarkóvédős kínai sisak, amelynek tetejét ugyancsak galambtojás nagyságú hatalmas gyémán díszítette. Oldaláról 4 ezüst rókafarok csüngött. Bal keze felől ültek feleségei rangsor szerint, hetet vitt magával a hadjáratra, akiket a nagy hatún, a Dzsingisz Kán első felesége, Börte válogatott ki. Batukán vörös szattyánbőr csizmás lábát maga alá húzta, szemét összehúzta, tehát itt is az a mindent sejthető tekintet. Batukán mellén aranyláncon dühös tigris arcát mutató pajca pompázott, amelyet apja a nagy Dzsingisz Kántól kapott. A tigris fej a kagán parancsát jelentette. Ez volt az értelme. E pajca őrzőjének. Mindenki engedelmeskedni köteles, mintha mi magunk parancsolnánk. Batukán térdén tartotta gyémántdíszes markolatú hosszú kínai kardját.
a hatalom jelvénye az aranyvezető veretű bronzbuzogány volt. Batukán azonban fehér tollas ezüstös kócsakforgóval díszített bőrsisakot is viselt, vagy fehér tollforgós ezüst sisakot. Ugye így is sorozata volt a sisakokból. De mindegyiket galambtojás nagyságú gyémán díszítette. Lován délcegen ült, bal kezében aranylemezes kantárt, a jobban rövid fekete korbácsot tartott, amellyel nyugatra mutatott. Művelt volt, damaszkuszi tudós orvos nevelte műveltségre, írt, olvasott, ismerte a történelmet. No, itt van, hát ő sem, hogy mondjam, egy délceg figurának tetsző, inkább hízásnak induló alakja van. Helyén ott van a hatalmas galambtojás nagyságú gyémánt, és a tollforgó, ami ugye egy kicsit előre mutat. Ugye emlékszünk az ordosi aranykoronára? Azért annak nyomába se lépett. A Genghis Khan parancsa alapján a végső tengerig kell elmenni nekik és meghódítani minden országot, ez pedig a mai Dalmát tengerpart volt. Ide, erre üldözték Batukánék IV. Béla királyt és családját, aki maga a tengerbe egy szigeten, Trauvárában húzódott meg. És a végső tenger partjára két vadássólyom hozott üzenetet a nagy hatuntól. Most megnézzük meg egy kicsit Ögödej nagy Kánt. Ő volt Genghis Khan harmadik fia. Az ő fia volt Gülyük Khan, akit Batukán nagyon gyűlölt unokatestvérek voltak. Lássuk, hogy a szakállába, ahogy Gyócsi, tehát az első számú fiú is, lószőrt font, és ezt a füle mögé vetette. Tehát ez egy szokás volt a nagykánoknál. A hatun levelei így szóltak. Nem mondták ki Genghis Khan nevét, hanem a szentséges vezér, aki gondosan szemléli az égből, szeretett mongol népének életét. Magához hívta felhőkön túli seregének, megszállhatatlan ezredeibe az ő fiát, önszeretett férjemet, a dicsőségtől sugárzó Ögödej Khant. Hallja, ez volt a második levél. Halljátok mindannyian, akinek ereiben a szentséges vezér forró nemes vére csörgedezik. Haladéktalanul gyertek Karakórumba, Kurultájra, a végtelen mongol birodalom új urának, a nagykagán utódának megválasztására. Tehát az előbb említett Gülyük Khan a második levelet meg se várta, azonnal fölkerekedett a seregével és elporzott Karakórumba. Batukán ott maradt és meditált, mérleget vont, a gondolataiban elkalandozott, és a következő szűrte le. Nem bízom a nemzetemben, és valóban a hatun után ki lesz a következő nagy Khan, Gülyük Khan, akit ő semmire se tartott. Akinek kezében mindig ott volt egy elefántcsont lapátka, és ha valaki nem tetszett neki, azonnal arcú csapta a lapáttal. Kegyetlen is volt, igen. Tehát a kurultájon mindenki aláveti magát a hatalomra vágyó özvegy, ez a hatun, akaratának, és a semmire sem alkalmas fiát, Gülyük Khant választják meg. Sötétnek és nyugtalannak látom birodalmam jövőjét. És valóban 1368-ban a mongolokat kiűzték Kínából, alig 110 évet töltöttek az egységes kínai birodalomban, és 1380-ban a mongol birodalmat szétverték. Na, utoljára a Szubotájról beszélek, a nagy meglepetésemre
ő volt Genghis Khan legyőzhetetlen, öreg, kipróbált hadvezére. Ne felejtsük el, ő döntötte el a Muhi csata és Magyarország sorsát. Még ifjú korában megsebesült. Azóta a jobb karja bénaság miatt kacska lett, és egy másik vágás szétroncsolta az arcát. Jobb szeme kifolyt, de tágra nyitott bal szeme szúrós tekintettel behatolt az emberek titkos gondolataiba. Vágott mancsú párducnak nevezték. Katonái mindig biztosnak érezték a győzelmet mellette, Batukán tanítója volt a harcászatban. Hát ennyit szerettem volna elmondani. Egy kicsit tisztában látunk, hogy kik is voltak azok a személyek, akik ezt a hatalmas, nagy történelmi kavalkádot eldöntötték, illetőleg a kilábalást meghozták nekünk. Köszönöm a figyelmet!